megújult a Kartszag apavári vadászház. Elballagtak a kovácsos diákok. Ballagás a kiskulcsosi iskolában. Elbúcsúztak a nyolcadikosok a Györfiben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Kartszag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 18-án 18 óra 5 perckor. Ünnepélyes keretek között adták át a Kartszag apavári vadászházat. A vendégeket Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is köszöntötte. A megjelent polgármestereket, szakhatóságok vezetőit, a vadász, az erdőgazdálkodási és agrárkamarai szakembereket Dégi Zoltán vezérigazgató köszöntötte, és mint mondta, közel 6000 hektáron gazdálkodik a cég a Nagykunság szívében és környékén. Mi szeretnénk, ha minél többen látogatnák ezt az objektumunkat. Egyrészt azért, hogy híreljük, hogy valóban Kartszag környékén egy ilyen új létesítmény van, másrészt meg hát nem titkolt szándékkal ennek a vadászház, vendégháznak, ez önfenntartónak kellene lenni, és ehhez az kell, hogy nem csak a vadász vendégek érkezzenek ide, hanem mindenki, aki egy ilyen természethez közeli, kulturált környezetbe szeretne eltölteni időt, vagy épp étkezni szeretne. Az apavári vadászterületünk az egy 5080 hektáros kiterjedésű, itt alapvetően apróvadgazdálkodás folyik, fácánnevelés, tőkésrécenevelés, valamint őzbak és mezei nyúlra lehet vadásznunk. Úgy érezzük, hogy valóban tudunk minőséget nyújtani, mert egyre több külföldi és belföldi vendég érkezik hozzánk. Dr. Bitay Márton őrs, állami földekért felelős államtitkár avató beszédében azt mondta, hogy fontos, hogy nem csak a Mátrában, a Kőszegi hegységben vannak vadászati turizmusfejlesztések, hanem itt a Nagykunságban is. Az itt élőknek nagyon nem kell részletezni, hogy mi munka van abban, hogy ezen a gyönyörű pusztaságon erdők létesültek, és azért itt az erdésztársam elődjei, a mai erdésztársam elődjeinek nagyon komoly szerepe van ebben. Senki nem gondolta volna talán 100 évvel ezelőtt, hogy itt ilyen 5-6000 hektáros erdőtömbökről beszéltünk, mint amivel most itt találkozunk az apavári erdőtömb vonatkozásában. És hát ennek elengedhetetlen része, pláne így a 21. században, hogy megfelelő minőségű turisztikai szolgáltatást is nyújtson az állami erdőgazdaság, a NEFAG ZRT. Ezt pedig jól ötvözte az apavári vadászház múltja a turisztikai lehetőségekkel, és így aztán létrejött ez a gyönyörű szép új vadászház, amit hát vadászháznak hívunk, és vadászemberként ez nekem nagyon közel is áll a szívemhez, de valójában ez egy ugyanolyan szállás lehetőség, ugyanolyan turisztikai attrakció, mint bármelyik másik, amit mostanában az állami erdőgazdaságnál átadunk. Nagyon szép szobák vannak, nagyon szép nagyon jó kikapcsolódási lehetőség van. Az is egy funkció, hogy persze lesznek majd itt vadász vendégek is, akik élvezni fogják az állami erdőgazdaság által nyújtott vadászati lehetőségeket. Összességében pedig a térség is fejlődik, ugyanúgy, ahogy az utóbbi években láthatták az itt élők. Ennek a fejlődésnek a része az, hogy megújulnak ezek a közjóléti beruházásaink, megújulnak az erdők, megújulnak a turisztikai lehetőségek, a bakancsos turista lehetőségek is a térségben. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő azt kívánta, hogy a NEFAG ZRT térséget gazdagító elképzelései a jövőben is minél könnyebben valósuljanak meg. Turisztikai, illetve vadászturisztikai létesítménnyel gazdagodott Kartszag, köszönhetően a nagykunsági erdőgazdaságnak. Azt úgy általában mindenki tudta, hogy van itt egy vadászház, bár viszonylag kevesen vették igénybe, hiszen kifejezetten vadászati funkciókat, szálláshely funkciókat látott el. Most viszont tulajdonképpen egy turistaház jellegű, vadászok számára is nagyon kellemes szálláshelyet nyújtó objektum az, amelynek az átadása megtörtént. Mintegy 7 szoba várja a pihenni vágyókat, turistákat és vadászokat. Ez is egy olyan értékes lehetőség, amely mutatja azt, hogy Kartszag milyen változatos dolgokban gazdag, hiszen a városban van termálfürdő, itt van a puszta, történelmi épületeink, múzeumaink vannak, tájházak találhatóak a városban, a védett területek különösen érdekesek, és hát van erdőnk is, 680 hektár
körüli, ennek jelentős része ma is erdőültetvénnyel borított, és ennek a központja tulajdonképpen ez a vadászház. Én bízom benne, hogy mindig lesznek, akik igénybe veszik, mindig lesznek, akik itt egy kicsit megpihennek, és akár vadászok, akár a természettel akarnak jobban megismerkedni, kellemes élményben lesz részük. Kovács Sándor országgyűlési képviselő gratulált az ötletgazdáknak, és azt kívánta, hogy akár 50-100 év múlva is élvezzék ezt a csodálatos erdőt, környezetet azok a vadászok, akik idejönnek, és minél nagyobb vadász szerencsével járjanak. Ez a vadászház is egy nagyon régi, nagyon omladozó, nem túl jó állapotban lévő vadászház volt, és ami itt felépült a helyén, az pedig maga a 21. századi, maga a csoda. És örülök annak, hogy az építők, akik megtervezték ezt a házat, egy nagykunsági, egy kun eredetű motívummal is díszítették. Az egyetlen olyan övcsattal, ami rovásírással, kun nyelven találtak meg a régészek, és ez egy különleges hely, még jobban belopja az ember szívébe magát, és jó lenne, hogyha ez minél nyitottabb lenne ez az apavári erdő. Tényleg egy jóléti erdő lenne, hogy akár kirándulni is érdemes lenne itt Karcagról, a környékről idejönni, mert ez a legnagyobb erdőnk, és azt gondolom, hogy minden szépségével tudja azt biztosítani, mint bármely más erdő, és főleg úgy, hogy ez még kedvesebb, mert a miénk. Ballag Mára véndiák. A közismert dallal búcsúztak el iskolájuktól a 8. diákok a Kovács Mihály Általános Iskolában. Köszöntöm nézőket, Krappányi Papágnással, a Kovács Tag intézményvezetőjével beszélgetünk. Picikét az időjárás kegyes volt, hiszen megtörtént a ballagás, nagyon sokan eljöttek, és azt gondolom, hogy nagyon sok nyolcadikosnak a mai nap lesz az olyan emlékezetes első nap, ami a kis élete könyvében egy meghatározó lépés. Igen, először is mi is örültünk az időjárásnak, mert reggel egy picit izgultunk, de megrendeltük a jó időt, és meg is tudtuk itt az udvaron valósítani. Ez már egy hagyomány, és megszoktuk, tudjuk, itt árnyék is van, tehát örültünk neki, hogy ez sikerült. Igen, valóban, amit mondott ön is, hogy meghatározó, ezzel Isten igazából a 8. gyerekeink úgy láttuk, hogy az elmúlt héten szembesültek. Addig ugye sejtették, hogy mit is jelent elballagni, de most, amikor valóban elbúcsúztak egy-egy pedagógusoktól az utolsó tanórán, és végigkísérték őket énekelve nagyon szépen, tisztelettudóan, jó volt látni, hogy mennyire meghatódtak, és egy-kettőnek milyen riadt volt a tekintete. Tehát biztos vagyok benne, hogy ők is most ébredtek föl rá, hogy vége egy burokban nőtt első szakasznak, és jön egy izgalmas, de végül is és már az önállóság felé mutató időszak, korszak az életükben. Két osztály volt, az egyiknek Dedinszky László, a másiknak Vasnyi Szűcs Edit tanárnő volt a osztályfőnöke. Nagyon meghatóan búcsúztak tőlük, hiszen ez szokás már a Kovácsban, hogy a tantestület tagjai énekkel búcsúztatják őket, és azért mindig van valami újítás is. Most nem lufik repültek, hanem egy kis más meglepetés volt. Igen, most mondhatnánk azt is, hogy környezettudatosak voltunk, és nem ugye léggömböt eresztettünk, hanem galambot. Úgy gondoljuk mi is, hogy ezért néha a hagyományok mellett kell valami újítást is vinni, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen, illetve minden osztálynak valami mást is nyújtsunk. Én úgy gondolom, hogy ez meglepetés volt a számukra, és örültek is, bár túl sokáig nem tudtak, mert a galambok nagyon hamar elrepültek, de reményeim szerint mindenki úgy érezte, hogy egy nagyon szép és nagyon felemelő ballagáson vehetett részt. Jövő hét azért még egy pár nap, és utána jönnek a bizonyítványok, ami azt gondolom, hogy minden kovácsos szülő életében ismét egy meghatározó lesz, és minden gyerek életében, utána viszont elkezdődik a nagy nyári szünet. Ősszel még itt kezdenek, vagy lesz a változás? A legutóbbi tájékoztatás szerint még itt kezdünk, de hát mi nagyon várjuk már a felújítást, és biztosak vagyunk, hogy hamarosan megkapjuk majd a szabadutat, hogy pakoljunk. Mi azért a háttérben készülődünk, dobozokat gyűjtögetünk, próbálunk szelektálni, készülni, hogyha megkapjuk a csengő szót a pakolásra, akkor minél gyorsabban, rugalmasabban megkezdhessük. Igen, jön a nyári szünet, reményeim szerint
mint a gyerekek, mi is ki tudjuk pihenni magunkat, bár a gyerekeknek köztudottan sokkal hosszabb a szünetük. Nekünk még a gyerekek zárása után van tennivalónk, hisz leadandóink vannak, gondolataink rendezése, de előbb-utóbb nekünk is beköszönt a nyári szünet, és lehetőségünk lesz pihenni, hogy aztán új erővel kezdhessük a szeptembert. 8 évig volt a második otthonuk a most elballagott diákoknak a karcagi kiskulcsosi általános iskola. A végzősök elbúcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól. Köszöntöm nézőinket, a Kiskulcsosi Tagintézményben hamarosan kezdődik a ballagás. Fotóné Szabó Margit tagintézményvezetővel beszélgetünk. Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz és kibírja. 19 tanulunk 8. ballag az intézményben. Valóban nagyon izgultunk, napok óta esik az eső, úgyhogy mindenre fölkészültünk, a tornatermi változatra is kintre, és nagyon örülünk, hogy jó idő van, bízunk benne, hogy az is marad. Látom, hogy nagyon szép a tabló, és nagyon sok könyvet, jutalmat látok itt, ami azt jelenti azért, hogy ebben az évben is voltak sikeres kiskulcsosi diákok. Igen, 2 tanulunk, aki 8 éven át kitűnő tanuló volt, tanulmányi versenyeken értek el szép eredmény tanulóink, illetve lesz egy gyermek, a Lukács Gábor, aki a jó tanuló, jó sportoló díjat is megkapja, amely majd a tanévzár ünnepségen fog átadásra kerülni. Lezárták már a tanévet, mit tudunk elmondani, hogyan szerepeltek a 8-osok, hova vették fel őket, tehát úgy nagyjából hova mennek tovább tanulni? Nagy többség Karcagon marad, a karcagi középiskolákat választották, egy gyermekünk megy Szolnokra a Versegi gimnáziumba, összességében a legtöbben talán a Szent Anna és Sámuel gimnáziumot választották, illetve a Nagykun református gimnáziumot. És hát biztos beszélgettek velük azért évközben, hogy ki mi szeretne lenni, tehát lehetem már tudni, hogy érettségi után azért milyen pályára készülnek, hiszen azért a gimnázium egy általános képzést ad. Hát erről még azt hiszem azért a gyerekek nem igazán döntöttek, ilyen határozott elképzeléseket nem hallottam. Mi lesz a tanévzárónak a rendje, hiszen ma meg lesz a ballagás, gondolom, hogy azután készül az összes bizonyítvány, de hogyan lesz tovább még a hátralévő néhány nap? Igazság szerint egy pályázatban vagyunk benne, ami azt jelenti, hogy a gyermekeink most 2 hétig táboroznak. A 190 tanulónkból 122-en fognak táborozni, 100 tanulónk napközis táborban vesz részt itt az intézményben, egy táborunk pedig hétfőn fog indulni Mátrafüredre idegen nyelvi táborba, és Jobágy Gergő tanár úr pedig Tatára visz sporttáborba gyerekeket. Hát akkor tulajdonképpen még nem kezdődött el a nagybetűs vakáció. Nem, azt mondhatjuk igazán, hogy június végéig mozgalmas életünk lesz, hiszen mindannyian tudjuk, hogyha nem tanítással telik az idő, hanem egyéb foglalkozással kell szórakoztatni a gyerekeket, hogy mindannyian jól érezzék magukat, az legalább olyan fáradozás lesz mindannyiunknak. A 8-os diákok életük egyik legszebb élményeként élik meg az általános iskolai ballagást. Az öröm mellett természetesen szomorkodnak is, hiszen 8 év után búcsúztak el szeretett intézményüktől, a Györffy István katolikus általános iskolától. Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik a Györffy István katolikus általános iskola végzőseinek ballagása. Kovács Miklós igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Hány osztály ballag? 2 osztály ballag el a 2017-18-os tanévben iskolánkból. Mit kell tudni róluk, milyen évet zárnak, és körülbelül hova fognak menni tovább tanulni? Nagyon szép évet zár a mostani 8. évfolyamunk, hiszen mindenki tovább tanul. Többen közülük vidéki gimnáziumban, de jönnek a karcagi Nagykun református gimnáziumba is, a Szent Annai szakközépiskolába is, illetve a Varró István iskolába. Vidékre is mennek, szakközépiskolába is tanulóink, összesen 47-en. És milyen szakmákat választanak, akik mondjuk nem érettségit szeretnének, vagy érettségit és szakmát is választanak? Heggesztők szeretnének lenni, elsősorban ez a kedvenc téma. Nagy sajnálatunkra azonban vannak olyan szakmák, amelyek nem indultak el, és még jelen pillanatban is vannak folyamatban ajánlások a gyerekek felé a szakközépiskoláktól, hogy milyen szakokat indítanak és ahova lehet nekik majd jelentkezni. Az időjárás most nem biztos, hogy kibírja, hiszen az előbb egy picit már esett az eső, de reméljük azért, hogy kibírja. Minden alkalommal nagyon sok jutalmat és sok levelet és elismerést adnak át a ballagóknak. Igen, az idén is így lesz ez.
hiszen ilyenkor ballagáskor kerül sor a Györffy emlékplakettek átadására, illetve jutalomkönyveket is fogunk adni azt megérdemlő tanulóinknak. Kik kapják az emlékplakettet, hiszen azért itt a 8 évet szokták figyelembe venni, és sok-sok olyan szempont van, ami alapján azért gondolom nem egyszerű a döntés. Így van, példamutató magatartásért, szorgalomért, kitűnő tanulmányi munkáért, országos, megyei, városi versenyeken elért kiemelkedő eredményért, énekkari tevékenységért, sporttevékenységekért kapják a gyerekek. És hát utána azért azt gondolom, hogy mindenki egy picit még igyekszik ma nyáron feltöltődni, hogy a középiskolát újult erővel kezdje. Így van, több nyári táborban is van lehetőségük részt venni a gyerekeknek, és nagy örömünkre szolgál, hogy a nyolcadikosok is szívesen velünk tartanak még utoljára. Az egyik táborunk az Dégen kerül megrendezésre, a másik táborunk pedig Egerben. És azt gondolom, hogy ilyenkor az osztályfőnököknek is nagyon nehéz. Tegnap azért a közösség oldalon már láttuk, hogy elbúcsúztak az osztályfőnökeiktől. Kik voltak most az osztályfőnökök? Birizló Csaba kollégám volt a 8-ásoknak az osztályfőnöke, Oroszné Millinghoff-Ferita pedig a 8. B-osztályosoknak. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!